Ukrajna megkapta az utolsó, a kongresszus jóváhagyása nélkül folyósítható katonai segélycsomagot az Egyesült Államoktól. Az ukrán elnök mikroblogján mondott köszönetet a 250 millió dollár értékű segítségért Joe Bidennek. Közben kiderült, hogy a krími kikötőben elsüllyesztett nagy orosz desszanthajó roncsai teljesen szétszóródtak Feodosziában. Ukrajnából haditudósítónk Olekszandr Kacsura jelentkezik. Jöstjét kívánok! Jelenleg Dnipróban vagyok egy átlagos lakótelep udvarán. A játszótéren a lakók karácsonyfát állítottak föl, hogy egy kis ünnepi hangulatot teremtsenek a háború közepette. Még mindig gyűrűznek a keddi ukrán rakétatámadás hullámai, amelyben megsemmisült egy nagy orosz deszanthajó. Fontos tudni, hogy a megszállt Krímben Feodoszia közelében van egy gyakorló tér, ahonnan az oroszok lényegében folyamatosan ballisztikus rakétákkal lövik Ukrajnát. Innen indítják az iráni gyártású kamikáze drónokat is. Annak a nagy deszanthajónak a roncsai, amelyről az oroszok azt állítják, hogy csak részben sérült meg, teljesen szétszorodtak Feodoszia városában. Lényegében semmi nem maradt a hajóból. Ezt a műholdas felvételek is alátámasztják. A hajó fedélzetén nagy valószínűséggel nem csak drónok, hanem rakéták és lőszerek is voltak. A robbanás erejére jellemző, hogy még a közelben levő oktatóhajó is megsemmisült. Hivatalos orosz közlések szerint egy ember halt meg a támadásban, de az ellenzéki sajtó szerint csak nem 80-an tartózkodtak a hajó fedélzetén, akik közül 33-an nyom nélkül eltűntek, 23-an megsebesültek. Ami a kelet-ukrajnai frontvonalat illeti, Valeri Zaluzsny, az ukrán hadsereg főparancsnoka bejelentette, hogy Marjinka többé nem létezik. Az ukrán katonák elhagyták ezt a stratégiai fontosságú kisvárost. Az oroszoknak 10 évébe tellett, hogy elfoglalják a városkát azon az áron, hogy a földet tették egyenlővé, majd kitűztek egy szovjet zászlót a romokon. Az orosz megszállók ugyanezt a sorsot szánják a Donbász többi településének, amelyek 10 éve még a leggazdagabbak voltak Ukrajnában. A következő Csaszivjár lehet, amely már most emlékeztet Marjinkára. Ez ATV, Alexander Kacsura, tudósította.